Na, szevasztok! Bocsánat, csak itt a szemüvegemet elteszem, mert reggel itt verőfényes napsütésre ébredtem, de már most reggel 10 óra körül van, és már elment a nap. Szóval... Na! Most megyek egy címre árazni. Mindjárt be is írom, hogy a GPS-be. Már korábban beírtam, most már csak vissza kellett menni. Na most megyek egy címre, utána Attilával beszéltünk, hogy kincskereső forgatást kellene végrehajtani. Leforgattuk a harmadik részt vasárnap, de még össze kell vágjam, úgyhogy az is érkezik hamarosan, a kincskereső harmadik része, gyerekek. No, nem tudom, hogy ki mennyit látott Facebookon, meg ki követi Bandikát, ugye, aki szokott velem tapétázni. Ellopták a kocsiját. Amin most csak azért vigyorgok, mert egy igazi barom, mert bement a piaboltba. Itt liquor store-ok vannak külön, mint otthon a Nemzeti Dohánybolt. És benne hagyta a kulcsot, nyitva az autót. Mire kiért, addigra már vitték a kocsit. Ami a szerencse volt, hogy ugye kamera volt ott az utcán a liquor store előtt, és felvette az egészet. See his face. Okay, so here's the guy walking toward my car. I guess he's looking at it. He's gonna go past the car, stop by the post and see what the heck is going on. Look, he went past my car. He's still at the standard there. Okay. I guess he's checking out the scenery. It's only a couple of seconds, bear with me, guys. All right, now he's coming around. Went to my door, opened up the car. Fucking bastard, sit in the car. Now he's gonna back up and drive away my shit. Nice. There he goes. That's my car. Now that's this motherfucker. I want you guys to find him. I know him. I used to live at 2310 Barnum Avenue, and I saw this guy before. Wow. Somebody in a liquor store said his name is Paulie, and he's a mechanic. I don't know if it's true or not, but I know that he lives around the neighborhood. So if anybody knows this motherfucker, please call me. Contact me on Facebook. My number is 203-583-2928. But you guys know my Facebook and shit. Just post something, please. If you know this motherfucker. Look, he's taking my fucking car. You know, he's gonna go around, right? In a second, you're gonna see him going down 100 miles an hour. Now, this is all happening on Boston Avenue, by C-Town. There's a liquor store. And that, like, one line is Stratford, one line is Bridgeport. It's kind of fucked up. So I had to call the Stratford department. There's the guy turning to the right and going down toward Bridgeport. Right to Bridgeport. Now, there's this bitch. Well, don't shut it down. Let me see. There's that stupid motherfucker called Endless Lobo coming out of the fucking liquor store looking for his dumb ass car. Look at that stupid ass. Motherfucking car. Yeah, fucking asshole. You left the keys in there. Your car got stolen, you stupid bitch. Fucking I'm just talking to myself. Yeah, keep looking. I hope you guys enjoyed my little shit going on yesterday. That happened actually 4:39. Menjél haza! Elütt valaki, te bolond!
Rocky, olyan volt, mint Rocky. Na, veszek egy kis utat nektek. Na, és ellopták neki, ugye, 2-3 nap, el volt tűnve az autó, itt nyavajgott, minden, mondom, menjél el keresni, mert ugye Bandikáról tudni kell, hogy nem egy, hát nem egy, nem volt bankos az apja, úgyhogy nem tudja, hogy hogy kell a pénzzel bánni, úgyhogy nagyon soha nincs pénze, és se benzin nincs soha az autóba, azon kívül meg olyan kuplerályos a hátulja, hogy hihetetlen. Tehát én amikor nekem dolgozgatott néha, akkor így belenéztem a hátuljába, és azt mondtam, hogy ez egy ilyen szemétszállító autó. Na mindegy, a lényeg, hogy 2-3 nap múlva a háza mögötti utcában benézett egyszer, sétált, gondolom a liquor store-ba megint, és akkor lát egy ilyen fehér vent. Azt mondja, bozd meg, hát izé, volt rajta egy létre tartoz, olyan volt, mint az enyém. Mert ugye hát ebből a fehér ventből azért elég sokat lehet látni. És ez olyan, mint az enyém. Azt mondja, oda mentem közelebb, a rendszámot elolvastam, hát ez az enyém. Na, szóval ott volt a háza mögött. Valaki elvitte, kipakolta a szerszámokat, már amennyi szerszám lehetett benne. Én mondom, én nagyon sok szerszámról nem tudok, meg én nem láttam benne sokat. De kipakolták, ugye aztán ott letették egy utcába, és kész. Ja, úgyhogy most nagy az öröm neki, mert előkerült az autója. Kicsit térjünk vissza saját magamra. 10-re kell odaérjek. A 10 óra 3 perc van. Na mindegy. Kincskereső 3, készülőben gyerekek. Akkor kincskereső 4, elvileg ma lesz forgatva. Nem ígérem, de ja, lesz itt kincskereső nagyon sok, mert beindultunk ez ügyben Attilával, aztán ahogy van időnk, meg energiánk, akkor megyünk. Úgyhogy lesz, ígérjük, hogy lesz sok része. Ja, és nagyon jó minőségben próbáljuk itt a dolgokat mostantól sugározni. Tudom, nem, ugye ott van az, a unboxingom, az a 4K-s kamera, de 4K-ba vesszük föl, ugye a jövőre gondolván. Igazából nekem sincsen még 4K-s tévén, nincsen még 4K-s monitorom. Te hülye, mit csinálsz? Nincsen nekem 4K-s monitorom, nincsen 4K-s tévém, úgyhogy én sem nagyon tudom még visszanézni, de egyben biztos vagyok, hogy sokkal jobb. Sokkal jobb a HD-je is, mint a, tehát a 1080 is sokkal jobbnak néz ki, így, hogyha 4K-ba veszed fel. Most ne kérdezzétek, hiába 1080-at tud a monitorom, jobban néz ki. Nekem jobban színek, minden jobban jön ki minden. Szóval lényeg, ami a lényeg. Kincskeresők. Ja, még mielőtt elfelejtem. Megindítottam a úgymond nemzetközi drónos csatornámat, amiben nem lesz vlog, csak drónos felvételek. Tehát ezt kifejezetten arra csináltam ezt a csatornát, hogy ezekre a drónos felvételekre. Ami még nem jelenti azt, hogy most miért fogom nyilvánni, merre kell menni. Nem tudom, ezt már régóta tervezem, mostanában van rá úgy időm, hogy ezzel foglalkozzak esténként egy kicsit. Tehát csináltam egy másik csatornát, amiben nem lesz vlog, hanem csak videók lesznek, drónos videók. Ezt kifejezetten arra csináltam. Csak hogy
Ugye ezt a csatornát is majd ki akarom egy kicsit pofozni, meg rendszerezni, meg mindent. Tehát ezt a csatornát, ezt a drónos vilit, ezt kizárólag nektek, magyaroknak készítem. Magunknak. Nektek és nekem. Meg mindenkinek. Tehát így magyar, ez egy magyar csatorna. Az meg egy nemzetközi csatorna lesz, ami nem jelenti azt, hogy ne gyertek oda, tehát oda is várok mindenkit szeretettel, csak oda, ott ne várjon senki vlogot. Ott csak drónos videók lesznek. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez a magyar csatornám, ez már ilyen túl sok rétegű, túl színes, úgymond. Ami lehet, hogy nem baj, de engem egy kicsit zavar ez a rendetlenség, hogy ugye most a kincskereső sorozat, akkor drónos videók, akkor... Ja, egyébként ide linkelem. Akkor vlog, tehát azért ezeket is a playlistre, külön lejátszási listákra akarom rendszerezni. Hogy könnyebb legyen nézni, mert ugye aki rám jön és azt mondja, hogy ő csak a kincskereső érdekli, akkor az csak belemegy abba a playlistbe, és akkor azt nézi. Na mindegy, most egy kis szünetet tartok, mert keresem a címet, és nem tudok ennyi felé figyelni egyszerre. Szóval jelentkezem.